Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm az Enigma nézőit! A jelenlegi világjárványra a különböző kormányzatok és a multinacionális világcégek különböző válaszokat adnak. Egy azonban közös ezekben a válaszokban, így vagy úgy, de mindegyik a magánszféra valamilyen fokú megsértését eredményezi. Vajon tartanunk kell-e a George Orwell legrosszabb rémálmától, a totális megfigyeléstől, a személyes szabadság teljes korlátozásától és a digitális diktatúrától. Ezekre a kérdésekre keresjük a választ ma Krasznai Csaba kutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Kiberbiztonsági Kutatóintézetének igazgatójával, akit a járványügyi helyzet lassú elmúlásával nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök személyesen itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött. Köszönöm szépen a lehetőséget, és üdvözlöm a nézőket. Hát rögtön belevágnék a közepébe, aztán majd cizelláljuk a kérdéseket. Totális megfigyelés lehet -e a járványügyi helyzetre adott választ? Tartanunk-e kell világszinten attól, hogy megszűnik a személyes szabadság? Egészen biztosan nem fog megszűnni a személyes szabadság. Hát gondoljunk csak bele abba, hogy több különböző országban már tüntetések vannak azért, hogy kiszabaduljunk innen végre. Tehát az ember alapvetően biztos, hogy nem szabályozható be, úgy, mint ahogy azt akár Orwell elképzelte, akár sokan szerintem a nézők közül is azt gondolják, hogy jelenleg történik a világ különböző részein. Kínából indult a járvány. Kína jelentette be először március végén. Hogy megoldotta alapvetően a járványügyi helyzetet, vagy legalábbis az első hullámot sikeresen kezelték, beindítják a gazdaságot, fokozatosan visszatérhet az élet a régi kerékvágásba. És Kína az, amely kisegíti a világ többi részét nem csak védőfelszerelések tömeges gyártásával és szállításával, hanem amely először bevezette azt a digitális diktatúrát, amelyről mi már ebben a műsorban Többször beszéltünk, önnel is beszélgettünk már egy adásunkban erről, és amely digitális megfigyelési rendszert, vagy társadalmi pontrendszert, vagy központosított információszerzési rendszert nyilvánvalóan sikeresen alkalmaztak most a pandémia kezelésében, és a fertőzések korlátozásában, az emberek mozgásának kontrollálásában és korlátozásában. A kérdésem az, hogy, hogy fennáll-e ön szerint annak a lehetősége, vagy akár veszélye, hogy a nyugati világ, a nyugati kormányok megirigylik, elirigylik, megkívánják ezt a központosított rendszert, és akár az Egyesült Államokban, akár, akár Európában, akár a nyugati kultúra más területein elkezdik alkalmazni ezt a társadalmi pontrendszert, vagy ezt a digitális diktatúrát? Hát, hogy egy viccet parafrazáljak, nyilván igény az volna rá, de alapvetően nagyon-nagyon más kultúrákban élünk. Nekem tavaly ősszel, még a pandémiás helyzet előtt volt szerencsém kimenni Kínába, Pekingbe egy konferenciára, amit az otthoni rendőrségi egyetemen tartottak. És hát nyilván az az egy hét, amit mi ott eltöltöttünk a kollégákkal, a rendőr kollégákkal egyébként, arra mindenképpen alkalmas volt, hogy egy kicsit közelről is szemügyre vegyük, hogy is működik ez a digitális diktatúra, megfigyelő rendszer ami úgy kezdődött, hogy európai szemmel mindenképpen szokatlan volt, hogy amikor kimentünk az utcára, akkor egészen konkrétan 50 méterenként egy nagy hófehér póznán egy hatalmas nagy kamera volt mind a két irányba, és nyilvánvalóan tudtuk azt, hogy megfigyelnek minket. Nyilvánvalóan az is nagyon furcsa volt, hogy minden sarkon állt kettő katona, vagy négy rendőr éppen, hogy milyen kereszteződésről volt szó, de ez a legkisebb sikátorokban is teljesen igaz volt, mind a kamera, mind pedig a rendőr szempontjából. Amikor pedig megkérdeztük a vendéglátóinkat, hogy, hogy ez most így hogy van, akkor jött az igazán megdöbbentő válasz európai szemmel, hogy Ja, hát ezek az eszközök azért vannak, hogy mindig emlékeztessenek minket arra, hogy jól viselkedjünk, hogy mi jók legyünk. Ugye európai szemmel, pláne magyar szemmel, pláne itt Kelet-Közép-Európában ez az emlékeztessenek minket, hogy, hogy jól vagyunk, ez rögtön előhozza azt a reflexet, hogy nem akarok jól viselkedni. egészen biztosan nem akarom követni azokat a szabályokat, amiket, amiket fölállítanak. Míg mondjuk Kínában, ami egy 5000 éves birodalom, és erre egyébként hihetetlenül büszkék az ottaniak, ami arról szól, hogy mi tulajdonképpen nem egyének vagyunk, hanem a közösség részeiként hasznos, szorgos méhecskeként szolgáljuk a közösség érdekeit, ez egy teljesen elfogadott és teljes mértékben el, működőképes megközelítés. Tehát amit Kínában látunk, azt az ottaniak túlnyomó többsége úgy fogja föl, hogy az a közösség javában, a közösség érdekében Tevékenység. És azzal, hogy van egy digitális kreditrendszer, ami alapvetően figyeli azt, hogy átmegyünk a piros lámpán, hogyha átmegyünk, akkor egyből kapjuk mondjuk a, a büntetéseket, az, hogy hányszor látogatjuk meg a szüleinket és gondoskodunk róluk, ezeket nem úgy fogják föl, hogy az állam atyáskodik rajtunk, hanem úgy fogják föl, hogy ezzel is hozzájárulunk egy jobban működő társadalomhoz. Nyilvánvalóan a probléma és az orvali probléma is ebből ered, hogy természetesen a többség számára ez, ez egy pozitív kicsengésű valami, viszont ott vannak azok, akik nagyon nem illeszkednek bele ebbe a rendszerbe. Ott vannak azok, a, a, akik mondjuk egy kisebbséghez tartoznak, ujguroiak, tibetiek, akik nyilván nem feltétlenül örülnek ennek a megközelítésnek. Ott vannak azok, akik, akik egyéniségek próbálnak lenni ebben a tömegben. A kicsi... Írók, újságírók, szellemi emberek, művészek. Így van, így van. Viszont ez az ottani kultúrától alapvetően egy idegen megközelítés, és amikor erről is beszélgettünk az ottaniakkal, akkor alapvetően nem feltétlenül értették, hogy, hogy miről beszélünk. És amikor elmeséltem, hogy ja, egyébként mondjuk az európai nagyvárosokban, Londonban, Párizsban gépfegyveres katonák járkálnak az utcákon a terrorveszély mellett, elkezdtek szörnyűködni, hogy hát ez náluk nem fordulhatna elő, hiszen ott náluk teljes biztonság van. Ami nyilván nem feltétlenül van így, de mindenképpen látszik a két kultúra közötti különbség. Tehát amikor arról beszélünk, hogy ami Kínában van, az átültethető az európai kultúrkör és az európai országokra, akkor a válasz az egy határozott nem, hiszen egyszerűen nem így vagyunk beállítva, nem így működik a társadalmunk, és valószínűleg azok a kamerák, amiket felállítanának, de nem tudom, egy éjszaka alatt nyilvánvalóan eltűnnének. <hállt> Ebben van valami, van, van valami cinkos összenevetés, vagy valami pajkos kaján, kaján káröröm is. De térjünk vissza Kínára. Hajlamosak vagyunk talán úgy megközelíteni, legalábbis a közvélemény, még sokszor újságírók is a nyugat és kelet problémáját, legalábbis Kína vonatkozásában, hogy, hogy kommunista berendezkedés és demokratikus kapitalizmus különbségei vagy feszültségei vagy harca. És itt most nem csak az amerikai-kínai kereskedelmi háborúra gondolok, hanem ezekre az alapvető kulturális különbségekre, amiről ön is beszélt. De nem biztos, hogy helyes ez a megközelítés, hiszen olyan általunk demokráciának tekintett kelet-ázsiai országokban, mint Szingapur vagy Dél-Korea is hasonló szabályozásokat vezetett be az állam, sőt Szingapurban talán bizonyos szempontból még szigorúbbakat is, hiszen ott Például bottal ütlegelték azokat az embereket, akik elmerték hagyni indokolatlanul a járványhelyzet alatt a, 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 a lakásukat. Vagy Korea, amelyik a kis tigrisek közül talán a legsikeresebb pályát futotta be, és az elmúlt évtized mindenképpen nagy nyertesének kell tekinteni Dél-Koreát. És mégis, Hasonló uh, módszereket vezetnek be, és az emberek nem tüntetnek, nem lázadoznak uh, ez ellen, akkor valószínűleg mégis máshol lehet ez a törésvonal, és nem kommunizmus, kapitalizmus, vagy vagy állampárt és, és demokratikus uh, berendezkedés különbségében. Abszolút egyetértek. Tehát Szingapurban 2017-ben uh, voltam, és Rögtön a repülőtéren azokat is gúsztartók fogadtak, hogy Singapore is a fine city ugye ez a fajn, ez egy kettős jelentésű kis játék, mert egyrészt ez egy gyönyörű város, másrészt pedig a büntetések városa. Tehát tényleg, hogyha egy rágógumit telejtünk, akkor már a 100 dolláros büntetés. És ott eltöltve szintén egy hetet kimondottan az volt az embernek az érzése, hogy abszolút betartják a rendet. Tehát, hogyha valaki mondjuk rossz helyen nyitott meg egy sört, vagy gyújtott rá, akkor rögtön ott a helyi ember jött és mondta, hogy ne itt, ne itt az ő háza alatt, lépjünk három lépést arra, épp, hogy ne őt büntessék meg emiatt. És tényleg ott is kamerák abszolút ott voltak, folyamatosan lehetett érezni a, a, a jelenlétet, kicsit kevésbé tolakodóan, mint Pekingben. De a helyi emberek is úgy voltak vele, hogy ez teljesen normális és a, a rendszernek a, a, a része. Tehát amikor erről beszélünk, erről a területről beszélünk, akkor tényleg nem a kommunista, demokratikus berendezkedés az, ami fontos, hanem sokkal inkább a kultúrák, a biztonsághoz való viszonyulás, a társadalomhoz való viszonyulás. Az Egyesült Államok példáját tudnám hozni, ahol szintén egy nagyon-nagyon komoly megfigyelési rendszer van, hát gondoljunk csak Edward Snowden szivároktatásaira, amiről kiderült, hogy nem csak a külföldieket, hanem még az amerikaiakat is megfigyelik. Annak ellenére, hogy hatalmas nagy felháborodás volt, nagyon jól mutatja az amerikaiak biztonságpercepcióját is, hogy a privát az egyéni közegünkből hajlandóak vagyunk nagyon-nagyon sokat föladni annak érdekében, hogy biztonságban legyünk. Az, hogy ez a biztonság egy, hogy mondjam, hamis biztonságérzet, tehát valójában nem is olyan nagy a fenyegetettség mértéke, mint ahogy azt állítatik velünk, vagy egyébként tényleg valamilyen valós fenyegetésről adott válaszokról van szó, ez persze nagyon függ az adott kormányzattól és kormányzat hozzáállásától, de én azt gondolom, hogy Európában ebből a szempontból talán a legjobb helyzetben vagyunk abból a szempontból, hogy itt ténylegesen működnek azok a fékek és ellensúlyok, működnek azok az évszázadok óta belinkivódott társadalmi viszonyok, amivel talán nem hagyjuk a privát szféránkat annyira veszni, mint ahogy egyébként a világ jelentős részében nagyon-nagyon sok ember már megtette. Jó is, hogy ezt említi, mert hogyha már itt tartunk, akkor, akkor beszéljünk azokról a modellekről, amelyeket a különféle nemzeti kormányok kidolgoznak, vagy átvesznek, és alkalmaznak, vagy alkalmazni szándékoznak, illetve amelyekben többnyire partnerek, vagy saját módszereket dolgoznak ki különféle multinacionális nemzetközi nagyvállalatok, óriás cégek, mint az Apple vagy a Google. Szóval, hogy milyen modellek is léteznek a, a, a járvány megfékezésére, visszaszorítására, a járványügyi helyzet kezelésére, az egyiket tehát akkor tekinthetjük ázsiai modellnek, mondjuk így, hogy ázsiai modell, Szingapur, Dél-Korea, Kína lehetnek ennek a, a mintaállamai, ahol ö, tulajdonképpen az emberek elfogadják azt, hogy totális megfigyelés alatt vannak, nincsen magán életük, nincs magán szférájuk, hanem csak közösségi létük van, de hát azt mondja ön, és sok más szakértő is egyetért ezzel, hogy ez, ez, több ezer éves kulturális örökség, tehát nem veszítettek ők el semmit, mert hogy bizonyos értelemben náluk nem is alakult ki az az fajta individualista, nyugati értelemben vett egyéniség kultusz, ami, ami a, 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 nyugati világot, a nyugati civilizációt elemzi. Én úgy látom, és javítson ki, hogyha tévedek, hogy van egy másik nagy modell, amit sokáig akár a másik végletnek is tekintettünk, vagy voltunk hajlamosak tekinteni, az amerikai modell, amelyik pedig szélsőségesen az egyén szabadságára és felelősségére is épül, tehát a kettő az együtt jár, a kötelezettségekkel jár a szabadságért. A szabadság az akkor él, akkor működik, hogyha valaki a kötelezettségeit is teljesíti. De hogy itt nagyon sokáig gyakorlatilag ugye az amerikai egyesült Államok az a nyugati típusú demokráciák mintaországa, minta állama, minta társadalma volt. Hát azért. Kapott néhány övön aluli ütést ez a mint a demokrácia. Ha nem is megyünk túlságosan messzire, akkor is legalábbis a vietnámi háború, a Kennedy gyilkosság, a, a, a nagy politikai gyilkosságok, amelyek titkosítva vannak, és gyakorlatilag a háttéranyagok most sem te, szabadon kutatható és hozzáférhető Martin Luther King, Malcolm X, tehát nem csak a Kennedy gyilkosságokra gondolok, ugye, hiszen nem csak gf t hanem az öcsét, szenátort is meggyilkolták később. Vagy elég, hogyha 2001. szeptember 11-re gondolunk, aminek a hatására bevezették az úgynevezett Patriot Act-et, a hazafiassági törvényt, vagy nem is tudom, talán így kellene ugye, fogalmazni, amit aztán a terrorhelyzet kezelésével, nemzetközi szintére való kivitelével, iraki háború, afganisztáni háború, stb. ezek után sem bontak vissza, és az amerikaiak milliói kénytelenek, kelletlenek voltak elfogadni, hogy bizony erősen megnyírbálták a szabadságukat. A jelenlegi helyzetben nagyon is úgy tűnik, hogy a Trump adminisztráció is hajlamos arra, hogy akár ázsiai típusú eszközöket is bevessen azért, hogy a kezdetben talán túlságosan lezser, kezelt egészségügyi válsághelyzetet Kezeljék. Tehát ez lenne a másik, másik modell, és itt ebben a nagy multi cégek, Apple, Google boldogan együttműködnek az amerikai kormányzattal, vagy központi hatalommal, tehát itt applikációkat fejlesztenek ki, telefonos applikációkat, számítógépes applikációkat, és így tovább. Aztán ott van Oroszország, ahol például Moszkvában QR kódok beolvasása nélkül el sem hagyhatják az emberek a, a lakásukat. És itt van Európa, ami számunkra a legizgalmasabb és a legfontosabb, amely két évvel ezelőtt bevezette a világon legszigorúbb és ezáltal leghaladóbb adatvédelmi szabályozást, az úgynevezett GDPR-t, a GDPR rövidítésű szabályozást, amelyet most úgy tűnik, hogy ugyanazzal a lendülettel hajlandó lenne föl is adni, csak azért, hogy a ezt az úgynevezett válsághelyzetet, járványügyi válsághelyzetet kezeli tudja. Szuma-szumáron, tehát én ezeket látom a fő, fő irányoknak, tehát ázsiai modell, amerikai helyzet, orosz helyzet, illetve európai kezelési modell. Ön hogy, hogy látja ezt? Valóban el, ennyire elkülönülnek ezek a modellek, vagy pedig keverednek egymással, vagy még minden zavaros? Szerintem a gyárvány követő applikációk -e nagyon jó példát fognak mutatni arról, hogy a különböző országok, régiók hogy állnak ehhez a kérdéshez. Ázsia, Kína, hogyha valaki mozogni szeretne, kötelező föltelepíteni az ottani okostelefonjára az applikációt, hogyha a zöld mehet, hogyha a sárga vagy piros, akkor nem mehet sehova. Pont. És ezt senki nem kérdőjelezi meg, ez egy ilyen rendszer. Ott állnak az emberek a metró bejáratánál, és szépen egyesével nézegetik, hogy kinek milyen szint mutat a telefonja. Hogy honnan jönnek az adatok, az a központi kormányzat megoldja, hogy az ott levő információk azok jó legyenek. Hát, hogyha van valami tévedés benne, így járt a tisztelt delikvens, Tehát ennyi. Van mondjuk az a modell, amit például Moszkvában látunk, illetve Oroszországban látunk, ahol csak teljesen felkészületlenül érte, szerintem az egész társadalmat ez a fajta digitális, eh, eh, hogy mondjam, támogatás, hm. hogyha próbálok politikailag korrekt módon fogalmazni. Viszont, miután ott is egy eh, hagyománya van annak, hogyha a cárotyuska azt mondja, hogy ezt kell csinálni, akkor az ember nem sokat kérdez, hanem csinálj, legfeljebb még morogott a, a bajsza alatt. Jó, rosszul bevezették, nem volt kérdés. Ott van az izraeli modell, az izraeli példa, ahol nagyon innovatív startupok kezdtek el fejleszteni egy olyan applikációt, ahol önként meg lehetett adni azt, hogy én most beteg vagyok, vagy nem vagyok beteg. Föl tudtam telepíteni ezt az alkalmazást, barangoltam ugye a városban, szépen a telefonom a Bluetooth kapcsolatokon keresztül nézegette, hogy kivel kerültem kapcsolatba, ki mentem el két méteres távolságban, és két hétig tárolta ezeket az adatokat. És hogyha valaki, akimet elmentem, és beteg volt, akkor jött a riasztás, hogy lehet, hogy én is elkaptam az adott fertőzést. Teljesen alulról szerveződő, teljesen eh, innovatív módon történt, az állam gyakorlatilag később kapcsolódott rá, és ez, ez viszont mondjuk itt Európában, ahol ismerték ezt a példát, Bocsánat, az, de önkéntes, igen, volt, önkéntes volt. Önkéntes volt, önkéntes, így. abszolút önkéntes volt. Itt Európában pedig azt lehetett látni, hogy magát az ötletet egyébként nagyon-nagyon jónak tartották, de az első, ami bekapcsolta az államoknál, az az, hogy információbiztonság és adatvédelem. Az 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 alkalmazás, amit nem én fejlesztek ki, az vajon hogyan és miképpen tud működni, és mi történik majd az adatokkal. Tehát még március végén az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökségnek az Enisának megjelent egy ajánlása, kimondottan a COVID-19 applikációkkal kapcsolatban, ami tételesen leírja, hogyha egy ország ilyen alkalmazást szeretne bevezetni, akkor milyen adatvédelmi és információbiztonsági szabályoknak kell megfelelni. Ennek az eredménye például az, hogy Magyarországon pont a felvétel előtti nap, tegnap jelentették be, hogy megjelent a hivatalos kormányzatilag támogatott COVID-19 követő applikáció, ami egyébként egy Észak-Macedón alkalmazás alapján került ide, amit a Nemzeti Kivelvédelmi Intézet forráskód szinten átvizsgált, felteszem, hogy az adatvédelmi hatóság is átvizsgálta, teljesíti ezeket az ajánlásokat, és a kormányzat teljes támogatásával és felelősségével kerül önkéntesen telepítésre. Az Egyesült Államok pedig ehhez képest... Hát mindenki oldja meg nagyjából úgy, ahogy tudja, és gyakorlatilag megjelenik az a, az a felosztás, hogy és van a szövetségi állam, és vannak a, 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 a szövet, tehát az, áll, az, államok maguk, és aztán ott vannak a megyék, és aztán ott vannak az önkormányzatok. Tehát egy, gyakorlatilag egy ötszintű önkormányzati vagy kormányzati rendszeren keresztül kéne valahogy megoldani ennek az egésznek a kezelését. És egyébként az Egyesült Államok és a Patriotetre hivatkoznék egy kicsit vissza, tökéletesen mutatja, hogy hiába vannak az államnak olyan jellegű um, elképzelése, hogy ő majd központilag valahogy kordában tartja ezeket az elképzeléseket, nem fog működni, mert mindig lesz egy whistleblower, azaz egy Edward Snowdenhez hasonló uh, szivárogtató, aki el fogja mondani majd a piszkos trükköket, vagy éppen ott lesz egy szövetségi kormányzó, aki keresztbe fekszik majd a, az amerikai elnöknek, és azt mondja, hogy már pedig ez így nálunk, biztosan nem fog működni. Hm. És a szabadságjukokkal kapcsolatban is uh, természetes, hogy az amerikai uh, átlag állampolgár fölad valamennyit a szabadságjogából azért, hogy tudja használni ezeket az alkalmazásokat. De a hangsúly az a van, hogy vagy hogy tudja ezeket az alkalmazásokat használni, mert az neki jó, hogyha a legmodernebb okostelefon van a, a, zsebében, ami még ezt is meg tudja oldani és megvédi, és föl sem merül benne az, hogy az adatvédelmi legadott esetben aggályos lehet, megint csak ugye a kulturális kérdés. Viszont egészen biztos vagyok abban, hogy jönnek majd azok a szabadságharcosok, amiből Amerikában egyébként rengeteg van, akik el fognak menni először majd a helyi bírósághoz, ami majd el fog jutni az ottani alkotmánybírósági szerepet betöltő központi bíróságig, ahol majd érvénytelen itt tettik az egész szabályozást, hogyha ez egyébként az alkotmányos szabadságokkal szembe megy. Aha. Tehát akkor nem kell annyira aggódva félteni a magánszférát, mert hogy a magánszférának is azért megvannak a maga eszközei a nyugati kultúrában. Nyilvánvalóan Európában egy talán központosítottabb módon, de ugye diversifikáltan, hiszen a különféle nemzetállamoknak különféle szabályozásai vannak, és azért ebből a szempontból is nehéz ezeket összefésülni. Az Egyesült Államokban meg annyira erős a magánszférának a hagyományos védelme, hogy úgyis megvannak, megvannak, erre az eszközeik, hogy akár egy központi akaratot is meg tudjanak torpedózni. Bocsánat, olyannyira, hogy például az amerikai technológiai cégek, mint például a Google, Apple, Microsoft, Facebook és a többiek, ugye itt a GDPR-t, az Európai Adatvédelmi Rendetet már emlegettük, gyakorlatilag az elmúlt két év tapasztalata az, hogy ezek az amerikai nagyvállalatok örömmel csaptak le a GDPR-ra, csak hogy egy kicsit mentesülhessenek az amerikai szövetségi jogszabályok jelentette nyomástól, és a lehető, mert ugye az amerikai szabályok alapján amerikai földön működő vállalatoknak kötelező együttműködni az amerikai hatóságokkal, lám-lám, micsoda érdekes hasonlóság a kínai berendezkedéssel, tehát amikor uh -huh. a -tekézzük, akkor azért nem szabad elfelelkezni az amerikai szabályzás, és teljesen ugyanígy ilyen elven működik. Tehát a GDPR lehetőséget adott ezeknek a vállalatoknak arra, hogy belekapaszkodjanak valamilyen szabályozásba, amivel még inkább adatvédelem pártivá tudták tenni a saját szolgáltatásukat. Nyilván ebből az elsőtleges cél az az volt, hogy kicsit elrejtsék a dolgaikat az amerikai szövetségiek elől, ezzel a vásárlói bizalmat erősítve. A másik oldal, hogy egyébként a saját függetlenségüket mennyire tudták növelni, mert ezt meg a történelem majd elmondja. Hát akkor vegyük az egyik legnépszerűbb, legalábbis Európában legnépszerűbb közösségi oldalt, a Facebookot, akinek a tulajdonosát azért hát elég, elég erős veszőfutatásban részesítette mind az amerikai szenátus, mind pedig az Európai Unió központi vezetése Brüsszelben, és a hosszú heteket, hónapokat kellett beszámolókkal tölteni, illetve hát ugye, tulajdonképpen szankcionálták is ugye a Facebookot, akkor, akkor most a, az amerikai és az európai kormányzatok a saját állampolgáraik szabadságjogait féltették, illetve, illetve a jogsérelmektől akarták megkimélni őket a Facebook adatgyűjtése, illetve adatvesztései révén, mert ha jól emlékszem, ez volt a, az alapvető ügy, ugye, hogy több millió ügyfélnek ellopták a személyes adatait, és ezzel nem tudom mennyire komolyan, de Mark Zuckerberg az a védekezett, hogy az övét is ellopták egyébként. Vagy pedig valami egészen mást védtek, mondjuk a saját, <laughs> saját kompetenciáiknak a megsértését. De amikor fölteszem azt a kérdést, hogy melyik a legnagyobb ország a Földön, akkor valószínűleg mindenki Kínát mondaná először, de valójában nem Facebook köztársaság a legnagyobb magam a két és fél milliárd felhasználójával. És gyakorlatilag, ha belegondolunk, hogy van egy olyan szolgáltatás, aminek van kettő és fél milliárd felhasználója, ami gyakorlatilag az elmúlt 15 évben egy csomó iparágat írt át, megszűnt a nyomtatott sajtó, ugye, az internet miatt, de az internetes sajtónak a befolyása is csökkent azért, mert igazából azokat a híreket olvassuk, amit a Facebookon, a kis buborékunkban feltűnik, ami feltűnik. A reklámipar úgy, ahogy van, átalakult és átvándorolt a Facebookhoz és a Googlehoz és előjöttek azok az alapjogi kérdések, mi szerint miről is szól a szólásszabadság voltak éppen, ki mondja meg, hogy én mit mondhatok? Hát nyilván a Facebook mondja meg, hogy mit mondhatok, hiszen hogyha olyat mondok, ami nem fér bele a, a Facebooknak a e, alapelveibe, be? a irányelveibe, akkor ki fog majd moderálni engem, és akkor nem mondhatom el. Na igen, nem csak, hogy ez egy amerikai jellegű szólásszabadság szabályozás épülő dolog, ami Európában a média szabályozással kapcsolatban is például nem összeférhető. Tehát az a furcsa helyzet van, hogy, a, hogy vannak dolgok, amiket én itt ebben a műsorban nem mondhatok el, mert hogyha elmondanék, vagy úgy mondanék, akkor innentől kezdve az adást a Nemzeti Médiai Hírközlési Hatóságnál beperelnék, és hát e, olyan dolog kerülne itt adásba, akkor itt hatalmas büntetést kapna a tévé. Na de hogyha a Facebookon mondom el akkor innentől kezdve ez egy közel sem annyira egyértelmű helyzet. Mert bár álhírterjesztésért most egy rendkívül helyzetben nyilván sok mindent lehet, ha a Facebook kiadja ezeket az adatokat, ha visszakövethető egyáltalán. Hogyha én ezt anonim módon teszem, tehát elrejtem a nyomaimat, akkor nincs az a magyar rendőrség, aki utána tudna jönni, mert a Facebooktól nem fogják megkapni ezeket az információkat. Tehát látszik, érződik szerintem azt, hogy kialakult egy ilyen uh, szupranacionális szolgáltató, akire a nemzeti hatóságoknak igazából nincsen semmilyen ráhatása. Ez pedig azt jelenti, hogy az államoknak a, azt a monopóliumát, amit évezetek alatt a társadalmunk kialakított, ez a szolgáltatás borzasztó módon sérti. Tehát ez tarthatatlan. És éppen ezért e, keletkezett az a helyzet, hogy mind az Egyesült Államokban, mind pedig Európában elkezdték ezt a, ezt a monopóliumot, vagy ezt a transnacionális helyzetet lenyesegetni. Több okból, nyilvánvalóan a szabályozás az egy dolog, de hát hogyha nem fizet adót, tehát, hogyha mondjuk úgy, hogy tönkreteszi a helyi iparomat, akkor nyilvánvalóan valamit tennem kell ezen a szolgáltatás ellen. Magyarország, vagy egy hozzá hasonló méretű ország önmagában semmit nem érne. Na de, hogyha van egy 400 milliós európai piacom, akkor nyilvánvalóan együttesen már Könnyen lehet valamit tenni ezen ez, ez a köztársaság uh -huh. ellen, hogy így mondjam. Amíg hozzáveszem, veszem, hogyha majd Indiában is felfedezik, hogy amúgy ott is van, vagy 600 millió felhasználó, és hogy milyen hatással van a Facebook az ottani dolgokra, akkor az USA és Európa mellett még egy hatalmas játékos be fog lépni. Uh -huh. Nem véletlen, hogy mondjuk Kínában, illetve Oroszországban nincsen Facebook, hiszen ott idejőkorán fölismerték azt, hogy milyen hatással lehet az ottani társadalomra egy ilyen jellegű amerikai szolgáltatás. De és hát van saját közösségi médiájuk, nem nemzeti közösségi médiájuk. Ez lett a megoldás, hiszen a saját nemzeti közösségi médiájukat saját maguk ellenőrzik, tehát ezeket az állami monopóliumokat ezen a közösségen föl tudják aha, tartani. Aha. Hát igen ezek ezek, ezek alapvető, tulajdonképpen e, mély filozófiai kérdéseket, szabadság kérdéseket vesz, vetnek föl. Ez ez mindig hálás téma visszamenni oda, hogy milyen az, amikor a demokráciákban a szabadság önmagát kezdi el fölfalni, vagy a szabadság gyermekei önmagát, kezdik kezdi el fölfalni. Láttunk már ilyet egyébként a Facebook előtt is egy évtizeddel korábban a Microsoftnak esett neki az amerikai szövetségi állam, mert túl nagyján nőtt. Tehát egyszerűen fejnehézé vált, borult tőle az amerikai kontinens, valamit kezdeni kellett vele, földarabolták talán 6 vagy hét, hét részre, mert mert egyszerűen veszélyesen nagyjá vált egy magáncég, egy magánvállalat. Magán, magán Így van, sőt, távközlési szolgáltatókkal volt, ugye a bel-olaipari e, vállalatokkal volt ilyen e, helyzet. Tehát a, ezek a trösztellenes, Fellépések uh -huh. segítenek abban, hogy ezeket a túlhatalmokat visszavágják. Nem véletlenül ugye Facebook esetében is nem az adatvédelem és nem a GDPR-az, amivel éppen próbálják megfogni, hanem a trösztellenes, a verseny jogi szabályozás az amivel megpróbálják egy kicsit visszanyesegetni, és egyébként gyakorlatilag megjósolható, hogy sikeres is lesz idővel. Már csak azért is, mert a két és fél milliárd felhasznált, mondtam, de még azt is hozzátenném, hogy jelen pillanatban az öt legnépszerűbb letöltött applikáció alkalmazás az okos eszközökre. Ezek közül túlnyomó többségében nagyjából minden a Facebookhoz tartozik, hiszen Facebook, Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, ezek ugye mind-mind Facebookhoz tartoznak, és az ötből négy. Aha. És mi a helyzet a, a youtube al és a, és a Google-el? A Google ebből a szempontból együttműködőbbnek tűnik az államok szempontjából, illetve nagyon fontos, hogy a, a Google modellje azért lényegesen tágabb annál, mint amit a Facebook tud nyújtani. Hát a Facebook konkrétan van felhasználó és van adata, és nagyjából ennyi az üzleti modell. Még a Google esetében azért operációs rendszerte a hardverekig elmenően, tehát inkább az Apple irányába tek megy előre. Nyilván a legnagyobb bevétel az adatokból van továbbra is, de, de egy lényegesen több lábon álló, és egyébként egy lényegesen együttműködőbb szervezetről van szó, aki önmagában amúgy viszonylag ritkán termel, vagy tesz közzé kontenteket, a YouTube például ilyen, hiszen ott a videókat ugye hozzáteszik, de nincsen igazából a közösségi hálózat funkciója, tehát nincsen az a veszély benne, mint amit a facebook mint amit a facebook lehet látni. Igen, Facebook egyébként nagyon-nagyon sok új, új, kérdést és új problémát felvet, úgyhogy egy picit még foglalkozunk ezzel. Én is szeretnék ebben, ebben tisztában látni. Tehát ő azt mondja, hogy a Facebooknak az alapvető amerikai szabadságjogokon alapuló alapelveiből fakadólag jobban védi, vagy igyekszik védeni, természetesen ez technológiailag feltörhető, mint ahogy ez meg is történt pár éve, a felhasználóinak a személyes identitását, illetve adatainak a védelmét. Másrészt ugyanakkor azokat a tartalmakat, hozzászólásokat, posztokat, Gátlástól törli, illetve akár a felhasználókat is törli, ugye büntetés alá rekeszti, hetekre vagy hónapokra letiltja, megakadályozza a közösségi médiában való részvételüket. Akiket, akiket valaki jelent, ha úgy tetszik, régi kelet-európai szóval feljelent, feldob, feljelent, besug, azért, mert számára sértő tartalmat jelenített meg, vagy eleve a Facebook maga szűri ki, a Facebooknak valamely szoftvere szűri ki, hogy mint tudom én, szélsőséges politikai nézeteket terjesztett, és így tovább. Vannak is ismerőseim, akik időnként heuréka-szerűen dühöngenek magán a Facebookon, hogy a Facebook letiltotta őket egy-két hétre, vagy egy-két hónapra. Tehát bizonyos szempontból azért elég keményen tud fölépni, a felhasználóival szemben a Facebook, hogyha ha megsértik az alapelveit. Másrészt pedig itt egy újabb jelenség, amit éppen Magyarországon figyelhettünk meg, vagy legalábbis nálunk új jelenség, reméljük nem is nagyon terjed el, hogy az álhír terjesztés tilalmával, vagy annak a megsértésével letartóztatott néhány napja a rendőrség egy 64 éves férfit, kihallgatták, és, és, aztán elengedték, és valószínűleg nem lesz, nem lesz, belőle ügy, nem lesz belőle feljelentés, az ügyészség és a bíróság nem fog ezzel foglalkozni. De tulajdonképpen ez egy, ez egy hatalmi ennye vagy felement mutatóújnak, vagy fenyegetésnek is fölfogható, és a rendőrség egyébként ennek az ügynek a kapcsánál is mondta, hogy ők igenis szigorúan monitorozzák a közösségi médiát, hogy kihoz meg olyan tartalmakat, amelyek a jelenlegi rendkívüli helyzetben, nem is tudom, állambiztonsági érdeket, vagy nem tudom, mi volt a pontos érvelés, fenyegetnek. Na most akkor ez akadályozza, vagy korlátozza a személyi szabadságjogainkat, a szólásszabadságot, a véleménynyíven szabadságát, vagy sem. Mert ugye ott álhírterjesztés volt a vád, aztán kiderült, hogy, hogy nem. Mert például a, a, a társaság a, 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 szabad, a szabadságjogokért, a igen, a jogásza egyértelműen bizonyította, hogy nem. Itt csak véleménynyilvánítás történt, itt nem történt áll, ál és ezt egyébként laikus szemmel is azért elég jól lehet látni. És az pedig nem korlátozhatja az állam. Most akkor ez hogy történik? Valakit letartóztatnak azért, és elvihet a rendőrség, mert a Facebookon közli a véleményét? Ketté választanám. Az első az az, hogy azért jó ez a magyar modell, amit említett, mert itt volt egy olyan pont, amit úgy nézünk, hogy bíróság. Márpedig, amikor a Facebooknál tiltanak ki engem egy hétre, nincs hova fellebbeznem. Pont. Igen. tehát innentől kezdve a Facebook köztársaság azt mondta, hogy, és nekem nincsen fellebbezési jogom, ami nyilvánvalóan egy súlyosan sérti a véleménynyilvánításhoz való jogomat. Mert közben ez egy, ez egy magáncég is, azért, ezt ne felejtsük el? Így van, így van, így van. E, és pont ez a nehézség benne, hogy amikor a Facebook köztársaságban én létrehozok valamit, a saját szabály alapján működik kialakul, az a transznacionális e, szervezet, ami nyilván az államokat sérti, de hát zuckerberg Zuckerberket senki nem választotta meg amiben megint csak lehetne vitatkozni, hiszen öt választottuk, hiszen fönn vagyunk ezen a szolgáltatáson. De igen, tehát végsősoron az egy magáncég, de minden magáncégnek alapvetően a nemzeti szabályozások alatt kell működnie. Míg Magyarországon, Európában, a világon jelenleg van egy különleges helyzet, ebben a különleges helyzetben, vészhelyzetben nevezük akár, hogy ugye, ahány alkotmány alaptörvény annyiféleképpen nevezi ezt a helyzetet, különleges jogrend. Ebben a különleges jogrendben igenis, a történelem során mindig is a véleménynyilvánításnak a szabadsága visszafogható volt. Lehet ezen vitatkozni, hogy, hogy jelen pillanatban ez túlzás vagy nem, nem túlzás. Én nem vagyok alkotmányjogász, csak egy mérnök, úgyhogy ebben nem is kívánnék állást foglalni. Ettől függetlenül ebben a jogrendben, különleges jogrendben is, mint ahogy a múltban mindig is, működött az a helyzet, hogy ha elkapnak, akkor bíróság elé visznek, és a bíróság felelőssége dönteni az én sorsomról. És még egy diktatúrában is, ugye a 40-es év 45 utáni kommunista diktatúrában is. Azokat a bírósági ítéleteket, amelyek nem állták ki az idő problémáját, lehet, hogy 50 évvel később, de megsemmisítették. Tehát van egy, van egy olyan helyzet, amikor jóvá lehet tenni ezeket a, ezeket a bíráskodási hibákat, amikor az államnak számot kell adni a saját tevékenységéről. Na hol van ilyen lehetőségem nekem a Facebookon? Aha. Tehát a Facebookon nincs jóvátétel? Nincs. A Facebook, Facebook eldönti, azt, hogy ez jó volt, vagy nem volt jó. Még a kínai modell is ebből a szempontból jobb a saját közösségi hálózatokon, hiszen az az állami, az államhatalma alatt és az állam jogrendje alapján e, lehet tudni azt, hogy valaképpen valami elfogadható, vagy nem elfogadható cselekedetet hajtott végre, és az ottani jogszabályok alapján fogják majd megítélni ezt a cselekedetét. Ön szerint lehet-e pusztán ürügy a a totális kontroll bevezetésére, vagy legalábbis a szabadságok megnyírbálására, és akár a központi politikai kontroll, akár a multinacionális gazdasági jellegű, vagy gazdasági érdektől vezérelt adathalmazás és személyiségi jogok megsértésére a, jelenlegi járványügyi helyzet, illetve annak a, annak a kezelése. És ennek az alkérdése az is, hogy lát-e esélyt arra, hogy akár a nemzeti kormányok feladják azokat a szigorúbb szabályozásokat, amelyeket most a járványügyi helyzet miatt bevezettek, a járvány elmúltával, akár a multi cégek hajlamosak legyenek visszafejleszteni vagy feladni azokat a szoftvereket, applikációkat, alkalmazásokat, programokat, amelyeket most most kifejlesztettek. Kontaktkontroll például, hm. kontaktutatás és így tovább. Először is a GDPR, az Európai Adatvédelmi Rendelet alapelvei világosan meghatározzák azt, hogy hogyan lehet adatokat felhalmozni. Ezekben ott van többek között a tájékoztatáshoz való jogunk, tehát hogy tudjuk, hogy miért történik. A kellő jogalap meghatározása, bocsánat, nem fogom ezt, ezt most szó szerint felsorolni, csak nagyjából próbálok irányokat szabni, és legfontosabb ugye a szükségességnek az elve, illetve az adatminimalizálásnak az elve. És az összes többi, ami nyilván aki adatvédelemből vizsgázik, ezt tudnia kell majd a záró néhány hét múlva. De a lényeg az az, hogy a GDPR-ban és alapvetően az adatvédelemben megvannak azok az alapelvek, amik függetlenül mindenféle jogszabálytól követendőek. Jelen pillanatban a kontaktkutatásokkal kapcsolatban, az egészségügyi kutatásokkal kapcsolatban a magyar példát szeretném egy kicsit kivesézni. 2017. november óta van egy EST nevű rendszerünk, ez az egészségügyi, elektronikus egészségügyi szolgáltató térnövű szolgáltatás, mindenki találkozott vele, gyakorlatilag, ugye, amikor orvoshoz megyünk, vagy a patikába, akkor egy központi egészségügyi felhőszolgáltatásba kerül be az adatunk, oda viszik föl a vérképünktől kezdve a CT vizsgálatig vagy csak egyszerűen csak, hogy mi történt velünk, gyógyszerfogyasztásunkat, mindent. Tehát jelen pillanatban a magyar egészségügyi minden adata immáron két és fél éve egy központi informatikai rendszerbe megy bele. Jó. Anélkül, bocsánat, hogy vágok, csak kiegészítésként, anélkül, hogy az egyes betegeket vagy az egyes egyéneket erről megkérdezték volna, vagy a hosszájárulásokat kikérték volna, hogy központilag nyilvántarthatják-e a gyerekkori betegségeinket, vagy akármi. Viszont, ugye erre van egy jogszabály, egy törvényünk, sőt, túl megyek, egy Európai Uniós direktíva is van, viszont Európában ezt a modellt illik követni. Uh -huh. Ezt elsők között hajtottuk egyébként végre. Uh -huh. Miért? Azért, mert van egy nagyon-nagyon pozitív hozadéka. Az, hogy ezeken az adatokon keresztül láthatunk egy csomó mindent például ugye a járványnak a terjedését, ki lehetne mutatni azt is, hogy hol vannak adott esetben a veszélyeztetett korosztályban levő, kik azok, akiket akár személy szerint is, hogy akár kis csoportban el kéne különíteni. Tehát hihetetlen lehetőségeket nyújt arra, hogy az orvosi vizsgálatokat, előrejelzéseket végrehajtsák. Zárul egyébként most az elmúlt két hónapban aktívan használják is ezeket az adatokat. A másik fele viszont, hogy ezek az adatok, ugye különleges személyes adatok, az egészségügyi adataink, tehát Szükséges az, hogy nekünk, személyeknek lehetőségünk legyen ennek felhasználását korlátozni. Van egyébként, tehát hogyha például valamilyen nemi betegségem van, akkor le tudom tiltani azt, hogy ezt csak és kizárólag az az orvos lássa, aki, eh, akire ez tartozik, senki más ne láthassa. Illetve eh, lehetőségünk van eh, arra is, hogy eh, gyakorlatilag nyomon kövessük, hogy ki mikor, hogyan kérdezte le az adatainkat. Tehát tájékoztat, tájékoztatottak vagyunk. Viszont, amikor ilyen helyzetben ezeket az adatokat felhasználják, akkor az adatvédelmet maximálisan figyelembe kell venni, azaz ebből az adatbázisból csak úgy mehet vizsgálatra adat, hogyha az úgynevezett pseudonimizálási vagy anonimizálási eljárás alá vetik, tehát névtelenítik, kiszedik a személyes adatokat, visszakövethető adatokat, hiszen hatalmas probléma lenne, hogyha személy szerint az én konkrét adataimhoz bárki is hozzáférne. Na ez, az, ami, ez, a, ez a modell valószínűleg, ami követhető kell lennie, akár állami, akár pedig privát felhasználásban. Nem az a probléma feltételül, hogy a Facebooknál borzalmasan sok adat van. Probléma egyébként, mert úgy halmazzák fel az adatokat, ami szemben meg az adat minimalizálás elvével, de ez most egy másik kérdés. A probléma abból van, hogy ebből personalizált, személyre szabott következtetéseket lehet levonni. Ami nyilván addig nem különösebben zavaró, amíg, amíg uh, személyre szabott reklámokat kapok, Na de onnantól kezdve, hogy a Facebookon rólam összeszedett adatokból a korom, betegségem, nem identitásom, politikai hovatartozásom és minden kikövetkeztethető, és ki is következtetik, hiszen láttunk már ilyen kutatásokat a Facebook házatájáról, Cambridge Analytica, ugye, hogy más nem menjek nagyon messze, ugye a 2016-os amerikai elnökválasztást, mélyen befolyásoló adatfelhalmozási probléma. Na ez viszont gond. És igazából a ha, ha azt a filozófiai kérdést teszem föl, hogy jó emekünk az, hogy minden eh, eszközünk adatokat generál, és ezeket az adatokat agregáljuk, és az adatokból megetetjük, mondjuk a mesterséges intelligenciát, akkor összességében azt tudom mondani, hogy ez egy jó irány, hiszen ezzel élhetőbbé tesszük a bolygónkat, és működőképesebbé tesszük a társadalmunkat. A probléma az ott van, amikor azok a vadhajtások megjelennek, mint például ezek a túlságosan personalizált döntéshozások, és ezeket kell nagyon komolyan visszanyásni. Nyilván egy Facebookhoz hasonló magáncégnél ez az államoknak a feladata, hogy ezeket a gyakorlatokat a lehető leginkább megszüntessék ezért is kell lenyesni a transnacionális jellegét a Facebooknak. Az államok részéről pedig kell, hogy működjenek azok az úgynevezett vacsdogok, azok a figyelők, legyen ez e, ugye a sajtó, legyen ez egy ombudsman jellegű intézmény, legyen ez egy ellenzéki párt, legyenek ezek adott esetben szélsőséges esetben a a szivároktatók, akiknek a segítségével a választópolgár Értesül ezekről a, a helyzetekről, és amíg demokratikus választások vannak, már pedig azért itt még vannak, addig e, véleményt tud mondani ezekről a gyakorlatokról. Én jelen pillanatban Európában kevés olyan helyzetet és választást tudok mondani, ahol politikai pártok a pajzsukra emelték az adatvédelem kérdését, uh -huh. de már vannak ilyenek, tehát látszik, hogy ez foglalkoztatja az európai politikusokat. Tehát foglalkoztatja az európai polgárokat is, mert egyébként a fülük sem mozgatnák, és nem Én van. szavaznának ezekre a politikusokra, vagy politikai pártokra. Megütötte valamilyen fülemet és először ebbe kérdezek közben, és csak utána folytatom a következő kérdésemmel. Azt mondta ön, hogy az utóbbi két hónapban intenzíven használják is ezeket a centralizált, vagy, 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 vagy összegyűjtött ugye, egészségügyi adathalmazokat. Kik használják, és hogyan? Hát amennyire az információim helyesek, ugye a kormány mellett kormányfő támogatásával bőven működnek önegészségügyi szakértők. Lehet is látni az asztala mellett időnként a fényképen olyan szakértőket, olyan kollégákat, akik, akikről lehet tudni korábbi munkásságuk alapján, hogy adatokkal foglalkoznak, egészségügyi adatokkal, illetve néhány hete volt Pakovics miniszter úr által támogatott elektronikus konferencia, virtuális konferencia, szintén ezekből az adatokból idéztek. Mm. Tehát itt, itt valahol ugye az egészségügyi miniszter Té, bocsánat, Emmy, emberi minisztérium és uh -huh. annak egészségügyi része mellett, illetve az orvos egyetemek környékén kell keresni azokat a szakértőket, akik használják az uh -huh. adatokat. És akkor akár stratégiai döntéseket is hozhatnak ezekből az adatokból, statisztikákból? Így van. Magyar, a magyar politikának jelen pillanatban eh, nagyjából át két-három éve. Eh, igazából mióta Palkovics miniszter úr föltűnt a színen, ez, 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 ez elég határozottan látszik azóta. Az adatok és az adatokból jövő döntéshozás ez kimondottan megerősödött. Gondolok itt arra, hogy e, ugye az adatvagyon, a nemzeti adatvagyonnal kapcsolatos e, megbeszélések e, intenzívebbé váltak. E, elkészült a magyar mesterséges intelligencia stratégia, még nem adták ki, de e, alapvetően lehet tudni, hogy elkészült és elfogadásra vár. Illetve e, minden egyes olyan lépés, ami ami most az innovációk irányába mutat, amellett megjelenik az adatnak a fontossága. És itt a Covid-dal kapcsolatban is azért lehet érzékelni, hogy, hogy már van a, ne, a magyar közigazgatásnak hatalmas adathalmaza, amire egyébként tudnak megalapozó stratégiai döntéseket hozni. És ez alapvetően egy jó dolog, mert innentől kezdve nem sötétben támogatunk és nem érzésre hozunk döntéseket, hanem van egy kimondottan megalapozott forrás, amire lehet döntéseket alapozni. Hát nagyon örülök, hogy ilyen részletesen tudtuk elemezni a magyar modellt és a magyar működési gyakorlatot. Ugye ez az, ami nagyon gyakran a közmédiából nem, nem tükröződik, vagy, nem látják az emberek gyakran, hogy mi van a döntéshozók döntései mögött. Tehát ezek sok esetben nem adhok vagy, vagy kaotikus döntések, hanem, hanem komoly mérések, adatok vagy statisztikák állnak mögöttük. Lépjünk egy kicsit túl a nemzeti határokon. Az látható az elmúlt hetekben, hogy az Európai Unió sem egységes, az Európai Unió országai tagállamai sem egységesek az adathordozók, applikációk, nyomkövető rendszerek, kontaktkommunikáció analízisek kezelésében. Vannak olyan országok, például Németország vagy Nagy-Britannia, amelyik inkább ezt a Diverzifikált vagy anonimizált adatkezelést tartják helyesnek, ami az Egyesült Államokban, vagy az amerikai gyakorlatban, vagy az Apple-nél, vagy a Google-nél is azt hiszem, hogy ilyenen dolgoznak. Tehát magyarán helymeghatározás vagy esetmeghatározás történhet, de nem kapcsolható össze az adott személyel, csak azt láthatjuk mondjuk a telefonunkon, hogy éppen egy fertőzött személy. Van a közelünkben, vagy pedig egy olyan személy, aki fertőzöttekkel volt kapcsolatban. A másik, és erre is vannak országok, akik ezt tartanák, hát hogy mondjam, járható vagy útnak, pedig a személyes adatokkal kötni ezeket össze, ami pedig az én véleményem szerint valóban komolyan felveti az agaját annak, hogy a személyes adataink védelmét fenyegeti veszély, illetve a személyi szabadságjogaink sérülhetnek meg. Lesz-e várható-e valami fajta központi szabályozás Európában, vagy nemzetállami szinten fogják ezeket kezelni, és ezek a modellek párhuzamosan fognak egymás mellett működni ön szerint? először is a német modell a legszélsőségesebb adatvédelmi modell, ami létezik, ami nem független a náci, illetve a sztázi múlttól, E, nyilvánvalóan ott le, folyamatosan leépítettek mindent, ami a központi kontroll segíteni. Hozzáteszem, hogy a gyakorlatban ez nagyon sok problémát is okoz mondjuk a bűncselekmények kinyomozásánál is. E, tehát a, a, tehát nagy... a korábbi szélsőségekből átcsaptak igen. most egy, egy túlzott liber, liberális kezelés? Egy, fel, egy túl, túlságos, tehát az a, az a szélsőséges adatvédelemnek egy mintapéldája. Aha és alapvetően ami az európai adatvédelem gyakorlata, az leginkább a német múltból, illetve a német forrásokra, forrásokra épül. Magyarországon kimondottan egyébként a német modellt követjük, tehát Magyarországon is a, a szélsőségesebb adatvédelmi irányában voltunk, ami most az elmúlt években kezdett egy kicsit lazulni, mert hogy egyszerűen az új technológiákat, a lehetőségeket nem lehetett úgy használni, mint amire ezt kitalálták de folyamatosan megy a balanszírozás ugye a biztonság és az adatvédelem között. Sokkal több mindent lehetne használni Magyarországon, hogyha nem lennének pont ezek a fékek, alkotmányos fékek egyébként a Magyarországon beépítve. Ennek megfelelően, hogy mi várható európai vagy nemzetállami modell lesz, a GDPR, mint olyan, ugye egy európai központi szabályozás, pont. Azt változtatás nélkül a jogrendben használnunk kell, pont. Viszont, eh, ahol a GDPR ad egy kis teret arra vonatkozó, hogy mit, mit, mit tehetünk, ez pont hogy a nemzetbiztonság, illetve a honvédelmi eh, érdekek tekintetében való, való adatfelhasználás. Gondoljunk csak bele abba, hogy eh, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy Magyarországon mondjuk a kamerás arcfelismerések működnek-e a rendvédelemben. Igen, működnek, mert akinek van személy és olvassa a sajtó, apró mínuszos sajtóhíreket, azt mondjuk olvashatta, hogy eh, ma már előbb-utóbb eljön az a pillanat, hogy nem kell személyigazolványt magunkkal vinni, mert hogy a rendőr helyszínen is be tud majd minket azonosítani. Hát, hogy tud minket beazonosítani, vagy új lenyomattal, vagy pedig úgy, hogy csinál egy fényképet rólunk, és akkor a központi nyilvántartással az arcunkat majd össze tudja vetni. Tehát nyilván az arcfelismerő technológia áll már így, hogy egy fényképből ki tudom keresni az adatbázisból, hogy valójában kihez is tartozik maga az adat. Tehát nyilvánvalóan a rendvédelemben és a honvédelemben egyre inkább használjuk majd ezeket a megoldásokat. De érdekes visszamenni három-négy hónappal ezelőtt, amikor volt egy, egy kis vihart kavart fel eh, hívás az Európai Uniós vezetők részéről, hogy például pont az az felismerő rendszereknek a technológiáját egy olyan három évre be kéne fagyasztani ott, ahol most tartunk itt Európában, mert hogy túlságosan gyorsan fejlődik a technológia ahhoz, hogy ezt a szabályozásban és az adatvédelemben követni tudjuk. Kínát hoztuk példaképpen, Kínában ugye azok a nagy póznál levő kamerák, amit a beszélgetés elején említettem, azok tökéletes HD minőségű képet tudnak a központba küldeni, tehát onnantól kezdve az arcfelismerés semmilyen problémába nem ütközik. Valójában itt Európában semmibe, semmilyen problémába nem kerülne a technológiát meghonosítani, Londonban egyébként használják is pont a terrorveszély miatt de, de fölmerül bennem a kérdés, hogy ez mennyire lenne jó bárkinek is. Nem véletlen, hogy ezeket a szoftvereket, ezeket nem feltétlenül vesszük át úgy teljes mértékben, ahogy egyébként azt lehetne is. Tehát az Európai Unió mindenképpen ezekben a technológiában, a követő technológiákban, én úgy érzem most ebben a pillanatban, hogy próbál a fékre lépni, és ebben egyébként a Covid-járvány sem fog nagyon nagy változást hozni. Hiszen, mint említettem, az, az a, a, a kontaktkutató applikációknál is egy nagyon komoly gátat emelt az Európai Információbiztonsági Ügynökség, az EnISA, hogy mit lehet és mit nem lehet. Egyszerűen azért, mert ennek a hatásait ebben a pillanatban nem tudjuk felmérni. Hát most úgy kell fölszednem a talajról a leesett államat ez az első ilyen jellegű szakértői vélemény, amit, amit hallok olyan, hogy, hogy ebben a tekintetben nem, nem fog komoly változást hozni a, a jelenlegi COVID, COVID járvány. Örömmel hallom, csak, csak még, még nehéz földolgoznom az információt. Ez azért, azért is van, hogyha megnézzük, hogy a legdurvább helyeken, Olaszországban, Spanyolországban, E, milyen intézkedéseket vezettek be, ami ugye a megfigyelés párti megoldás lenne? Hát, Olaszországban lehetett olvasni azt, hogy drónt küldtek föl a levegőbe, hogy úgy figyeljék meg, de ott volt egy apró betűs része, hogy az ember utána ment a híreknek, hogy nagyon-nagyon meg voltám szorítva az, hogy azt a drónképet mire lehet Fölhasználni, és hogy hogyan lehet egyébként használni magát a, a drón, mint technológiát. Hát vagy drónról ordítoztak az embereknek, hogy, hogy ne hagyják el az otthonukat, vagy Franciaországban ugye kiárási korlátozást vezettek be, csak ugye indokolt esetben, hogy ez igazolványjal kellett, papíralapú igazolással, hogy elhagyhatják, és így tovább, és így tovább. Tehát, úgy tűnik, hogy pánikszerűen reagáltak ezek az országok, éppen ezek a mediterrán országok, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, ők azok, akik viszont éppen egy szigorúbb szabályozást és kevésbé adatvédelmi szabályozást vezetnének. E, viszont ugye ezt hozzátenném, hogy igen, mert ott volt a szabályozás, fölküldöm a drónt, az nagyon jól hangzik, meg Szingapurban is a robotkutya, hogy körbe igen. megy és majd fölismeri. Igen. Na igen, nem, csak a, utána jönnek a további kérdések. Ki az, aki egyáltalán láthatja a képet? Lehet a mesterség és intelligenciával automatikus döntéseket hozni, vagy tulajdonképpen csak egy figyelmeztetés megy a vezérlőközpontban levő rendőrnek. Mi történik a kameraképpel? Megtartjuk-e a kameraképet, vagy nem tartjuk meg a kameraképet? Ha megtartjuk, mennyi ideig tartjuk meg a kameraképet? Alkalmas-e? Bevezetjük azt a szoftvert, ami amellett, hogy látjuk a kamerán, hogy valaképpen megsérti a szabályozást, fölismerjük-e az arcát, és automatikusan küldjük ki a büntetés neki, vagy elég, ha csak figyelmeztetjük. Tehát számos olyan kérdés van, ami, ami oda vezethetne a kínai típusú megfigyeléshez, vagy az Orwelli vízióhoz, de látszik az, hogy ezek nem lettek bevezetve Európában, pontosan azért, mert van egy olyan Európai Uniós szabályozásunk, ami nem vesztette a hatáját a Covid miatt. Példa megint Magyarországról oktatás kérdése, távoktatásnak a kérdése. A Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság viszonylag a Covid idején hozott ajánlásokat arra vonatkozóan, hogy például amikor egy gyereket, gyerek levideózza azt, hogy ő mint tornaórán mit csinál, megcsinálja a gyakorlatot, és azt elküldi a tanárnak, akkor ezt milyen követelmények között, milyen körülmények között nézheti meg egyáltalán a tanár, milyen körülmények között tárolhatja ezeket a dolgokat. Kit érdekel tulajdonképpen, hogy hova kerül az a videó, hol ott egy nagyon komoly privátszférával kapcsolatos kérdésről beszélünk. Vagy záróvizsgáztatások az egyetemen, amikor én záróvizsgáztatok valakit videón keresztül, akkor vajon... Felszólíthatom-e a, a hallgatót arra, hogy fogja meg a webkamerát, és fordítsa körbe a szobájába, hiszen ezzel megsértem a privát szféráját. Igen. Tehát nem tudhatom azt, hogy valaki áll a kamera mögött, uh -huh. hanem csak következtetéseket hozhatok. Tehát a GDPR az adatvédelem nem vesztette a hatáját, és, és nem is nagyon látok egyébként politika, európai szintű politikai akaratot arra, hogy a GDPR-ból visszanyesegessenek, hozzáteszem rendvédelem, honvédelem ugye egy kivétel, tehát hogy az állam mit csinál, ez egy egészen másik kérdés, független a GDPR-tól. Nem független, de mondjuk úgy, hogy a szabadabb kezet kapnak az államok. Talán egy kérdésem maradt még időnk. Az ön ismeretei szerint hol tart a mesterséges intelligencia kutatás a követő programok tekintetében, amit feltehetőleg alkalmazni is fognak a nyugati társadalmakban, Európai Unióban, Egyesült Államokban és a nyugati civilizáció más területein. Megint csak egy magyar példát hoznék, és covidos példát hoznék. Gondoljunk bele abba, hogy azok a hírek, hogy például mennyire csökkent a társadalmi mobilitás, mire is alapozzuk, a Google és a waze a forgalmi adataira. A Véz egy izraeli cég, Google tulajdonban van, a Google pedig, hát sokat beszéltünk, hogy amerikai cégről van szó. Honnan tudjuk egyáltalán ezeket az adatokat? Hát onnan, hogy az eszközeink az adatokat folyamatosan tolják ezeknek a, a szolgáltatóknak a szerverére, ahol ugye egy mesterséges intelligencia alapú algoritmus az, amelyik következtetéseket hoz arra vonatkozóan, hogy vajon mennyire mocorgunk. Ezt az adatot egyébként meg lehet kapni a, a mobil szolgáltatók e, e, forgalmi adataiból, bázisállomás adataiból is, hasonló módon amúgy, tehát ez, egy, ez már a mesterséges intelligencia eleje egyébként gépi tanulás, tehát ez még nem a mély mesterséges intelligencia. Tehát gyakorlatilag e, ezek a technológiák már most abszolút teljes mértékben velünk vannak, használjuk ezeket, még jobban fogjuk használni ezeket, nincsen negyedik ipari forradalom nincsen mesterséges intelligencia nélkül, az autó nem fogja saját magát vezetni, hogyha nincsen benne mesterséges intelligencia, és még sorolhatnám ezeket a példákat. Tehát a technológia köszönni szépen jól van, a jogi és az etikai kérdései viszont még abszolút előttünk állnak. Tehát egyelőre ezek még nem önjáróak, nem önműködőek, az alkalmazásukhoz, a, szabály, a használatukhoz kell az emberi akarat és az emberi döntés, és ha jól veszem ki azt, amit mond, ha jól veszem ki a szavai mögöttes értelmét, akkor amiatt sem kell aggódnunk, hogy különösebben megnyírbálnák itt az Európai Unióban a személyes szabadságjogainkat ezzel kapcsolatosan, mert hogy a GDPR az alapvetően változatlanul érvényben van, és nem is tervezik jelentősen megváltoztatni az adatvédelmi törvényeket Európában. Nagyon sokat mozgok Európában, én is kollégáim is, és minél mélyebben belássa magát az ember ezekbe a területekbe. Minél inkább átlátja ezeknek a döntéseknek a bonyolultságát és összetettségét, Annál jobban látszódik az, hogy a világ sajnos nem érható le ilyen nagyon egyszerűen, mint hogy megfigyelnek minket, nem figyelnek meg minket. Mindig mindennek van egy oka, és Európai szinten, vagy pláne ennyire az emberek mélyére ható döntések, ezek jellemzően nagyon hosszú szakértői, politikai döntéshozatalokon keresztül mennek keresztül, amit nem azt mondom, hogy nem lehet meghozni az emberi méltóságot és a személyiségjogokat sértő jogszabályokat, de azoknak mindig van valamilyen következménye. Tehát gyakorlatilag Kína talán megengedheti magának, hogy ilyen szabályokat és ilyen rendszert állítson föl, hiszen nem nincsen senki, aki, aki nagyon megfogja, egy biztonsági tag, tagot, a világ legnépesebb országát, a világ második gazdaságát senki nem fogja megfogni, maximum az Egyesült Államok, aki próbálkozik is nyilvánvalóan vele, de ez inkább a saját érdekeiből van. De egy kisebb ország tekintetében a költség-haszon elv azt mutatja, hogy valószínűleg költségesebb lenne a az európai értékekkel, a nemzetközi joggal, az, az ENSZ alapokmányjal szembe levő intézkedéseket hozni, minthogy ezt eltolni a falig, ameddig lehet, és ameddig nyilvánvalóan támogatja az államot, a rendvédelmet, a politikát, stb., és ott húzni egy, egy határt. Az viszont rajtunk társadalmon is embereken múlik, hogy ezt a határt, ezt a falat, ezt hol állítjuk fel, és nyilván azért beszélgetünk mi is itt, mert az embereket ez most már érdekli. És biztos vagyok benne, hogy ez a következő évtizedben, évtizedekben még inkább érdekelni fogja az ember Embereket. Tehát valószínűleg a, a technológiának határ fogunk szabni, mint ahogy a történelmünkben nagyon sokszor határokat szabtunk ezeknek a technológiáknak, ezért vagyok én is optimista, és gondolom azt, hogy ez a technológia meg fogja találni a maga helyét, csak egyszerűen még túlságosan fiatal a történelmi méretekben, hogy pontosan be tudjuk szabályozni. Krasznai Csaba kutatónak köszönöm szépen ezt a rendkívül izgalmas és gazdagító beszélgetést. Műsoridőnk végére értünk, és még egyszer köszönöm, hogy eljött a stúdióba, és elképesztően sok, sok újdonságot hallhatunk most ebben az adásban. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nézőinknek is köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük figyelmüket. Kérjük és várjuk Önöket a jövő héten is, jöjjenek, üljenek a képernyő elé. Arhívumunkat pedig megtalálják a Youtube-on, minden korábbi adásunkat megnézhetik ezen a csatornán. További szép napot kívánunk, a viszontlátásra!